Az idei évben is sokan mondtak igent a szervezők meghívására, összesen 11 egyesület küldte el versenyzőit a bajai megmérettetésre. Az ország különböző pontjairól, sőt a Vajdaságból is érkeztek nevezések. A társulat alapítója, kezdeményezője Pacséri Császár Ferdinánd földbirtokos és táblabíró volt. Az ünnepélyes megnyitón dr. Zöld Lászlóné önkormányzati képviselő emlékezett vissza a város 216 éves lövészmúltjára, a sportág legjelesebb bajai képviselőire. A versenyt ezúttal is a Táncsics utcai Pince klubban rendezték meg, ahol több kategóriában is lehetett bizonyítani. Nagyon szép létszámmal lesz ma is a versenyünk. Megyén belülről, megyén kívülről, megyéből itt lesznek kecskemétiek, gátériek, kalocsaiak, mi helyi bajaiak. Jönnek Pécsről, Bakony-Szentlászlóról, Fertőrákos, ők a legmesszebbről jövők, zirciek, itt lesznek Dunaújváros, tehát olyan 60-65 lövővel számolunk, és a versenyünk ugye légfegyveres verseny, tehát légpuska, légpisztoly, többen lövik mind a két számot, tehát olyan 100 fő körüli lövőt várunk le a lőtérre. A vízügyi lövészklub baja ugyan néhány versenyzőjét nélkülözte ezen a napon, azonban így is sikerült 7 egyéni dobogós helyezést bezsebelni. Tóth Dániel a juniorok között 2 aranyat nyert, Kleisz András és Karsai Jolán összesen 3 ezüstöt zsebelt be, míg Sejben Patrik és Komáromi Csaba bronzérmesként zárt. A versenyt a helyszínen tekintette meg Fercsák Róbert, bajaváros polgármestere is, aki jó hírekkel is szolgált a sportlövőknek. A Szabadság út, illetve Baskóti út a Bolt laktanyával szemben területet biztosított a város, és ott állami beruházásban hamarosan fölépül egy teljesen korszerű 50 méteres sportlövőpálya, ami nem csak a napi sporttevékenységben, hanem versenyek rendezésében is egy minőségi lépés lesz, és hát ez nem csak a sportlövőknek öröm, hanem a városvezetésnek is. A vízügyi lövészklub baja a pontversenyben egyetlen körrel lemaradva a dobogóról végül a 4. helyen végzett. Az idei viadal ismét méltó volt a város több mint 2 évszázados lövészmúltjához.